Elérkezett a tavasz, elérkezett annak az időpontja, amikor a lakótelepről mindenki kiáll és elkezdik lemosogatni a kocsijukat, talán mennek egy háztömb körül itt vasárnap. Ha ennél egy picivel többet szeretnénk tenni a tavaszi felkészítés gyanánt az autónkkal, akkor segít nekünk Pásztor Tomi a Pásztor Percekben. Tomi, lehet, hogy én itt csak ennyit csinálnék, hogy bemennék mondjuk a kocsimmal a mosóba, és akkor hát kész vagyok a tavaszra. Talán ennél egy picivel érdemes többet tennünk. Hát ha le volt állítva az autó télét, akkor ennél ez egy kicsivel többet kell csinálnunk, de ha használt téren, akkor is ugye itt most már a tavasz jó idő, vissza kell cserélnünk ugye a térgumikat nyári gumira. Mit jelent számotokra az, hogyha valaki behozza egy teljes tavaszi átvizsgálásra a kocsit, azon kívül, hogy kicserélitek a téli gumiát nyárira, hogyha nálatok van letárolva? Hát természetesen kap egy teljes átvizsgálást, az autót fölemeljük, kereket leszerjük, hogy átcseréljük a gumikat, megnézzük a gumik állapotát, tehát hogy olyan a gumit, ha ne szerelünk vissza, ami esetleg sérült, a felnik állapotát, fékeket átnézzük, futóművet, pollenszűrőt, ránézzünk a motorra is, természetesen a folyadékszintek rendben legyenek, égszíjakat is megnézzük, világítás, és akkor ezzel készen is van az autó. Körülbelül mennyi olyan ügyfél van a te látókörödben, aki hajlandó ezt és megteszi azt, hogy tavasszal meg össze behozza ide és igenis átvizsgáltatja a szezonváltások előtt az autóját? Úgy érzem, hogy az utolsó időben változtak hálásnak pozitív irányban már az ügyfeleknek a szervizzel való hozzáállásuk is. Mivel, hogy az ismert okok miatt most nem tudjuk 3-4 évente cserélni az autóinkat, tehát 8-10 éves autókkal megbízható márkaszervizbe járnak, ahol számon kérhető bármilyen javítás. És úgy érzem, ez kicsit átváltoztatta az embereknek a szervizbe járási szokását, és eljönnek szépen ezekre az átvizsgálásokra, és gondozzák az autójukat. Tehát nem csak akkor jönnek el, amikor már megállt az autó, hanem szépen betartják az olajcsereperiódusokat, és ezeket az átvizsgálásokra is elhozzák. Én úgy érzem, ez a pár ezer forintos átvizsgálások, ezek megérik azt, hogy az ember nyugodtan tud menni dolgozni, nem esik ki, gyereket el tudja vinni rendesen az iskolába, és semmiféle probléma nem lesz így az autóval. Nagyságrendileg mennyi időt vesz igénybe egy ilyen átvizsgálás, hogyha bejelentkeztünk a szervizbe? Ha a téli gumit is cserélnek, akkor egy másfél-két órát. És attól függ, hát, ha valami olyan nagy dolgot fedezünk föl, és az ügyfél meg szeretne, hogy most csináljuk meg, akkor természetesen még egy-két óra rájöhet erre az időre.